Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a DSTV Mozaik című közéleti magazinját látják. Az idei évben is kétszer indít a rendőrség rendőrjárőr szakképzést adó 10 hónapos képzéseket. Az elsőre január 31-éig bárki jelentkezhet, aki megfelel az alapkövetelményeknek és szeretne rendőrjárőr lenni. A részletekről a police.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Idén is indul rendőrjárőr toborzás, melynek részeként bárki leadhatja jelentkezését egészen január 31-éig. Az állomány frissítése rendkívül fontos, erről Gránic Enikő, a Dunajvárosi Rendőrkapitányság őrmestere beszélt stábunknak. Tisztelt Dunajvárosi és környékbeli lakosok! Gránic Enikő rendőrőrmester vagyok, a Dunajvárosi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja és a kapitányság toborzója. Célom és feladatom a rendőrség népszerűsítése, illetve szeretnénk azt, hogy minél több állampolgárhoz eljusson az, hogy rendőr kell, igenis szeretnénk az utánpótlást biztosítani. A rendőrségnek mindig is szüksége volt, és szüksége lesz a megfelelő utánpótlásra, úgyhogy garantálni tudjuk a lakosság szubjektív közbiztonság érzetét. 2020. szeptemberétől indult új rendőrjárőr képzésünk, ami idén is 2021-ben kétszer fog elindulni. A jelentkezési határidő a 2021 áprilisában induló képzésünkre, az 2021. január 31-e. A második képzés, ami 2021. szeptemberében indul, arra a jelentkezési határidő 2021. május 31. Gránic Enikő a járőrképzésről és annak teljesítéséről is megosztott információkat. A képzés nappali rendszerű, 10 hónap időtartalmú, és a 10 hónap magában foglalja a rendőrségen lefolytatott gyakorlatot is. A sikeres felvételt követően a képzés első két hónapjában már munkaviszonyt létesítünk, a harmadik hónaptól pedig hivatásos, próbaidős rendőrőrmesterek lesznek. A 10 hónap elvégzését követően önálló intézkedésre jogosult, szakmailag felkészített járőrként kell közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, illetve határrendészeti szakterületen szolgálatot teljesíteni. A jelentkezéssel kapcsolatban, ha bármiféle kérdésük lenne, nyugodtan keressenek engem a rendőrkapitányságon, készséggel állok rendelkezésükre bármiben. Az őrmester a jelentkezéssel kapcsolatos alapkövetelményekre és a döntés fontosságára is felhívta a figyelmet, majd egy jó kívánsággal zárt a szavait. Magyar állampolgárság, 18 és 55 év közötti életév, az állandó bejelentett belföldi lakóhely, a büntetlen előélet, a kifogástalan életvitel, közép vagy emelt szintű érettségi, illetve az egészségi, fizikai és a pszichikai alkalmasság. Ezt mindennek meg kell felelni, és nyilván ezután fogják megkötni a szerződést a rendőrséggel. A jelentkezés, illetve a felvételi eljárás is számos elemben eltér a szakképző iskolák által, iskolák rendjétől, úgyhogy kérjük, hogy fokozott figyelemmel tanulmányozzák ezt a tájékoztatót, hogy megfontoltan tudjanak dönteni, hogy igazán szeretnék ezt a hivatást választani. És azt kívánom nekik, hogy legyenek rendőrök. A rendőrség állományának feltöltése, az utánpótlás rendkívül fontos feladat, ezért idén 2021-ben is két képzés is indul, melyre várják a jövő rendőreit. Bővebb információt a police.hu-n, illetve a rendőrség közösségi oldalain találhatnak a jelentkezni vágyók. Ismét eltelt negyed év, újra átadták a Dunai Város Kenyere akcióból összegyűlt összeget annak a szervezetnek, amelyet az elmúlt három hónapban támogattak a vásárlók. Az eseményen kihirdették a következő kedvezményezettet is. Pintér Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket a Dunai Város Kenyere kezdeményezésből befolyt támogatás átadásán a Sándor Frigyes Zeneiskola mellett kedden délelőtt. Az előző negyed évben a Városvédők új telepért egyesületnek gyűjthettek a vásárlók. Következő díjazottunk is, akitnek majd át szeretnénk adni ezt a Város Kenyere díjat. Mindenképpen azt gondolom, hogy olyan szervezetről beszélhetünk, akik ténylegesen lelki táplálékot, lelki feltöltődést adnak minden egyes városlakónak, akik követik az ő munkájukat. De szeretném először azzal kezdeni, hogy a mostani összegyűjtött
432.500 forintot, amelyet 8650 darab kenyérnek az eladásából tudtunk összegyűjteni, és amelyet természetesen 500.000 forintra fel is fogunk kerekíteni. Ezt a Városvédők Újtelepért Egyesület számára átadhassuk, hiszen ők is a közösségükért, azokért az emberekért, akik a környezetükben laknak, de én elmondhatom, hogy az egész városnak egyébként olyan programokat tudnak adni, amelyre büszkék lehetünk mindannyian. Ezért Kisné Fehér Ivának, az elnök asszonynak szeretnénk átnyújtani ezt a most összegyűjtött összeget egy szimbolikus kis táblán, amelyet a Széchenyi Pékségnek a vezetőjével együtt szeretnénk így odaadni. Használják sok egészséggel. Köszönjük szépen, köszönjük nagyon szépen, köszönjük. Szeretném elmondani, hogy következő negyedéves gyűjtést a Dunajvárosi Vegyeskarnak szeretnénk majd átadni, hiszen, mint ahogy mondtam, ők azok a zenekar, akik nagyon sok embernek boldogságot hoznak az életükben. Tudjuk azt, hogy rendkívül nehéz helyzetben vannak, hiszen az elmúlt időszakban, és sajnos előre láthatóak a következő 1-2 hónapban sem fognak tudni olyan fellépéseket nyújtani, amelyre mindannyiuknak nagyon nagy szüksége lenne egyébként. Viszont én azt gondolom, hogy most tudunk leginkább segíteni nekik is azzal, hogy ezt az összeget átadva a mindennapi életükhöz egy kis segítséget tudjunk nyújtani, hiszen ők is így estek az elmúlt időszakban is, akár még a bevételektől is. Tehát a következő összegyűjtött összeget majd a Dunajvárosi Vegyeskarnak, vagyis Kuruc Gergelynek szeretnénk majd átadni majd, és ők én biztos vagyok benne, hogy a lehető leghasznosabban fogják majd ezt az összeget felhasználni. Kisné Fehér Éva, a Városvédők Újtelepért Egyesület elnöke azt mondta, az újtelepi piknikre szeretnék fordítani a befolyt összeget. Mi nagyon bizakodóak vagyunk, és nagyon szeretnénk az újtelepi piknikre költeni ezt a pénzt, és remélem, hogy ez egy ilyen vírustemető piknik lesz. Nagyon reménykedünk, hiszen egy éve nem volt semmilyen rendezvényünk. Természetesen vannak meglepetés dolgaink. Mi arról vagyunk híresek az egyesületünk, hogy mindig valami különlegességgel rukkolunk elő a lakóknak, és remélem, ezt most megint sikerül majd végrehajtani. És nagyon szeretnék gratulálni az utánunk következőknek, a Vegyeskarnak, és remélem, hogy legalább ekkora összeget fognak ők is kapni. Köszönöm szépen minden kedves vásárlónak, aki gondolt ránk, amikor ezt a kenyeret megvette, és természetesen köszönjük szépen a Széchenyi Pékségnek ezt a nagyszerű felajánlást, illetve az önkormányzatnak, hogy ezt a kis összeget nekünk még ki is egészítik, hogy kerekpénzt vihessünk haza. Köszönöm szépen. A Dunajváros kenyere kezdeményezés következő támogatottja a Dunajvárosi Vegyeskar lesz. Kuruc Gergely több tervet is felvázolt arról, hogy mit kezdenek majd az összeggel. Lesz helye ennek a előreláthatólag szép összegnek. Most itt nem tudom, hogy vendégszólistákat fogunk-e hívni, fellépő ruhára, kottára, esetleg nehogy Isten belföldi utazásra fogjuk költeni, külföldben nyilván nem is tudunk most gondolkodni. Ami bizonyos, hogy a kórus nagyon fog, még nem tudják, nagyon fog örülni ennek a felajánlásnak, és biztos vagyok benne, hogy mindannyiuk számára nagyon nagy örömet szereztetek ezzel. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. A következő negyed évben tehát a Dunajvárosi Vegyeskar segítik majd a vásárlók, ha a Dunajváros kenyerét választják a Széchenyi Pékségekben. Németh Zsolt neve sok dunajvárosinak ismerős lehet. Az IRT Dunaferr ZRT meleghenger művében dolgozó villamossági szakember szenvedélye a fotózás. Képeivel kiállításokon, közösségi oldalakon és a Dunaferr magazin oldalán is találkozhattunk már. Németh Zsoltról készült portrénk most következik. Az ISD Dunaferr ZRT meleghengermű villamos üzemében dolgozik Németh Zsolt már 1992 óta. A sorkatonai szolgálat után rögtön a vasműve került, és tanulmányait is beosztásának megfelelően végezte el. Már tanulóként kapcsolatba kerültem a Dunaferrel, ösztöndíjasként a gyakorlatot bent töltöttem a gyárban, a honvédség után pedig a meleghengerműbe kerültem, ahol a mai napig dolgozom. A feladatom többnyire a meleghengermű villamos üzemvitel folyamatos fenntartása. Jelent ez annyit, hogy minden villamos berendezés motor, számítógép felügyelete, üzemzavarok elhárítása.
Németh Zsolt csaknem 3 évtizede hódó szenvedélyének, a fotózásnak. Megörökíti a természetet, épületeket, sőt a vas műüzemeiben zajló munkafolyamatokról is látványos kompozíciókat készít. A Dunaferes rendezvényekre rendszeresen őt kérik fel fotósnak, képeit a Dunafer magazin címlapjairól is ismerhetjük. Eléggé szervesen kötődik ez a Dunaferhez is, mert a kezdetek elején a közösségi médiának köszönhetően szerintem legalábbis került előtérbe az, hogy én fotózom. És gyári dolgozóként mindig vágyakozva néztem körül, hogy de jó lenne ezeket a dolgokat lefényképezni. Milyen jó lenne, de hát ugye itt tudni kell, hogy az engedélyek ezt nem teszik lehetővé. És Lukács János barátommal, tanárbarátommal jutott az eszünkbe, hogy hivatalosan engedéllyel bejöjjünk, és elsősorban oktatási céllal felvételeket készítsünk a termelési folyamatokról. És gondolom ezek a képek kerültek ilyen téren nyilvánossá, és ekkor láttak bennem fantáziát vagy lehetőséget, és így indult itt a Dunaferes fotózási dolog. A kinti életben természetesen ugyanezt tudom elmondani, hogy a közösségi média hátszelével, hiszen sok helyen megjelentek a képek, de a mai napig úgy gondolom, hogy rengeteg tanulnivaló van, és nem szabad hátradőlni. Még mindig úgy érzem, hogy az út elején tartok, hiszen ez is olyan, mint a Dunaferes munka, hogy a technika fejlődésével folyamatosan tanulni, fejleszteni kell magunkat, és ez igaz a fotózásra is. Németh Zsoltnak a családja, a munkahelye és a vasmű fotózása mellett kevés ideje maradt hobbiára, de amikor megteheti, kezébe veszi a fényképezőgépet. Általában nem is tudatosan készül ezekre a fotózásokra. A valóság az, hogy nagyon kevés idő marad ezekre. Egy a folyamatos műszak, a másik a család, és akkor a harmadik, az még mindig nem az a hobbi, amit én örömfotózásnak hívok, hanem akkor jönnek azok a fotós dolgok, amire megkérnek, vagy amire szerződésem van, legyen a színház, legyen az rendezvény, legyen az éppen Dunaferes plusz munka, és ha mindezek megvannak, és van 20, 30, 40, 50, 60 percem, akkor megyünk, és ahova jut idő, azt fotózzuk, tehát lehet az bármi épület, naplemente, napfelkelte, tó, hó, bármi. Általában egy szűk társasággal járunk, általában. Tehát ez is elég nehéz összebeszélni, hiszen mindenki dolgozik, legyen az tanár, barát, és ha ez nem jön össze, akkor egyedül, de nagyobb távolságokra, mondjuk elmegyünk országot látni, egy várost lefotózni, vagy egy érdekes helyet, oda mindig társaságban megyünk, és ha tehetjük, akkor maradunk egy éjszakát, de ez nagyon ritka. Itt a városban többnyire egyedül nézelődök, keresem a témát, igazából készülni kellene, tehát jó lenne tudni, hogy hova, mikor és milyen idő vár. Nálam ez nem működik, amit mondtam. Én megyek és csinálom. Tehát nem, sajnos nem tehetem meg azt, hogy kimenjek reggel egy nap felkeltére, vagy kivárjak egy naplementét, ami bármilyen gyönyörű, vagy ha épp lehullott a hó, és de jó lenne egy havas képet csinálni, de én éppen dolgozom, vagy éppen a családdal vagyunk. Tehát nálam ez nehéz. Tehát lehet készülni, és kell is készülni, tehát technikailag minden más kíván, tehát egy portrézáshoz, egy gyerekfotózáshoz meg kell a különböző technika. De mondom, nálam ez egy táskában van minden, és kihúzom, mi kell, és ezt perc alatt beállítom, és csinálom. Zsolt örömfotózásnak nevezi tevékenységét, amely kikapcsolódást, feltöltődést jelent számára. Ez a hobbi, ez az örömfotózás, ahogy mi vagy én nevezem, pont erről szól, hogy kikapcsol egy kicsit, tehát segít kiszakadni ebből a mókuskerékből, a folyamatos műszakból, a gyári életből, egy kicsit a családtól is. Ez egy szükséges dolog, igen, én úgy gondolom. Németh Zsolt elvégezte a fotográfusi iskolát, de hangsúlyozza. A fényképezés is folyamatos tanulást, fejlődést igényel.
A következőkben az Ormos Intézet összeállítását láthatják. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, hogyha Önhöz bekopogtat egy paciens, és azt mondja, hogy ez meg az meg amaz a tünetem, akkor mi a leggyorsabb és a legtöbb információt adó diagnosztikus eljárás? Hát intézeten belül van ilyen eljárás. Ez egy érdekes dolog, ez egy ultratermográfiának nevezett eljárás. Ez több lépcsős eljárást akar. Általában egy hőtérkép felvételével kezdődik a dolog. Ennek nagyjából annyi a magyarázata, hogy a test normális hőképétől keresünk ilyenkor eltérést első lépésben. Ez úgy irányultságot ad abba az irányba, hogy a betegnek milyen nagyobb betegségei tudnak esetleg lenni. Aztán utána nyilván következik egy belgyógyászati jellegű szakvizsgálat, következik egy valamilyen kiegészítő képalkotó diagnosztika, legyen ez röntgen vagy ultrahang, és aztán utána, hogyha ezek a leletek megvannak, akkor még egy záró konzultáció az egésznek a végén. Ez az egész, ez egy ultratermográfiás vizsgálati sor, és indulónak én ezt szoktam alkalmazni, hogyha ez a kérdés, hogy egy általános képet alkossunk a betegnek az egészségi állapotáról. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Megérkezik a beteg, és hogyan lehet ezt a hőtérképet elkészíteni róla? Hát ruhában nem. Sajnos az úgy néz ki, hogy a ruha az arra való, hogy a hősugárzás leárnyékolja, ez itt is megtörténik. Ehhez legalább alsó neműre kell vetközni. És beáll az illető egy erre rendszeresített kamera elé, ami infravörös fényben veszi az ő hősugárzását. Amikor beáll az illető a kamera elé, akkor már nagyjából látszik az, hogy ahol intenzívebben kéne sugároznia mondjuk normálisan a szervezetnek, ott mondjuk kevésbé intenzíven sugároz, mondjuk valamilyen degeneratív jellegű betegségnél. Nagyon érdekes egyébként, hogy akinek teszem azt a térdizületei kopottak, azoknak a térdizületei infravörös hősugárzása az sokkal-sokkal kevésbé intenzív, mint a normál. De hogyha mondjuk valakinek például ágyéki gerinc betegsége van, akkor ott pedig az ágyéki gerincnek a hősugárzása és a gerinc melletti izomzatnak a hőleadása intenzívebb, mint egyébként szokták. Tehát ilyen eltéréseket keresünk a normálistól. Tehát minden szervnek, minden testrésznek megvan a maga hőmérséklete, és ettől pozitív vagy negatív eltérés is jelezhet problémát? Igen, hát ezt szokták kérdezni, hogy úristen, mert látja az illetőt, tehát úgy működik a vizsgálat, hogy közben látja a képernyőn az ő saját hőképét. És akkor általában rá szoktak kérdezni, hogy Jézus Isten az ott mint probléma. Nem. Vannak olyan jelek, amik normálisan ott vannak. Ezektől a normalitásoktól az eltéréseket szoktuk keresni, és akkor az körvonalazza azt, hogy milyen irányba érdemes tovább menni. Aztán történik még a szakmaszabály szerint egy belgyógyászati szakvizsgálat, és ezeknek az alapján körvonalazódnak azok a területek, amiket egy kicsit jobban meg kell vizsgálni. A közelebbi vizsgálatáról alkalmazunk még ilyenkor kiegészítésképpen vagy egy ultrahangot, vagy egy röntgenvizsgálatot, és ennek az egész vizsgálati sornak a kapcsán tudunk mondani a betegeknek egy általános véleményt, hogy mi az, amire figyelniük kéne, mi az, amire mondjuk hajlamuk van, mi az, ami esetleg már van, mint betegség. Ez egy beléptető vizsgálatnak én úgy gondolom, hogy egész jó. Azt mondta, hogy arra is felhívja a figyelmet, amire az embernek akár csak hajlama is van. Tehát egy olyan elváltozást is jelezhet, egy olyan hőtérképes elváltozást is jelezhet ez az ultratermográfiás vizsgálat, melyben még nem alakult ki a probléma, tehát se vérvétellel, se ultrahanggal, se semmivel nem lehet kimutatni, mégis egyfajta jelzést ad erről a szervezet. Ez minden esetben helytálló? Hát nagyon attól függ, hogy milyen tünetek, milyen panaszok vannak esetleg a háttérben, meg attól függ, hogy az illetőnek mi a kérdése ezzel az egésszel kapcsolatban, tehát van-e konkrét panasza, vagy csak egy általános képet kér. Hogyha konkrét panasszal jön, gócskutatás részeként például szeretik ezt igénybe venni, akkor rá tudunk mutatni azokra a területekre, amiket egy kicsit közelebbről érdemes megnézni. Hogyha általános a kérdés, akkor általános lesz a válasz is. Tehát, hogyha csak arra kíváncsi az illető, hogy egy összefoglaló jellemzést adjunk az ő egészségügyi állapotáról, akkor ezt fogjuk tudni neki megmondani. Számtalan különféle esetben szoktuk ezt alkalmazni, számtalan panasz esetén. Tehát nem lehet nagyon általánosítani, gyakorlatilag bárki igénybe tudja venni, káros hatása nincsen. Volt már olyan, hogy valaki egy intenzív gócskutatásban volt, hajhullás vagy bármilyen egyéb probléma miatt, semmi nem mutatta ki, mert mondjuk a vérében még nem jelentkezett olyan intenzitással ez az eltérés, de a hőtérképes vizsgálat már kimutatott olyan fajta eltérés, mely ezt okozhatja. Hát volt ilyen érdekes eset, ez szürreális volt, az illető húgyúti panaszokkal jött be, mondván véres a vizelete, hát ez azért elég direkt, elég konkrét panasz. És vizsgáljuk meg. Megvizsgáltuk ezzel a hőképpel, meg aztán utána készült egy ultrahang is a hasáról, és hát az urológiai eredetet viszonylag gyorsan elvetettük ezeknek a vizsgálatoknak a kapcsán,
mert neki konkrétan a vékony bélrendszerében volt egy olyan gyulladásos folyamat, ami áthúzódott a húgyhólyagra, és ettől lett véres az ő vizelete. Tehát egyik szervrendszerről átértünk a másikra ennek a vizsgálatsornak a kapcsán, és aztán a beteget utólag meg is kellett egyébként operálni. Tehát azt a bélszakaszt, ami ezt az egészet okozta, azt el is kellett távolítani az ő hasából. Tehát ilyen is ehhez hasonló dolgokra kell ilyenkor igazán készülni. Nagyon izgalmas, hogy egy diagnózis esetében nem csak arra az adott szervre kell koncentrálni, amivel a panasz van, hanem teljes egészében kell az egész testet nézni. Ezt ezért szeretik nagyon, és mi is ezért szeretjük nagyon, mert ez egy holisztikus vizsgálóeljárás. Tehát itt nem egy területről fogunk tudni információt mondani, hanem konkrétan tetőtől talpig lesz egy képünk arról, hogy a beteg egészségi állapota milyen, és aztán ennek megfelelően meg is tudja kapni azokat a tanácsokat, amikre, hogyha figyel, akkor hosszú távon azért sokat tud vele nyerni. Ön is időről időre beáll egy ilyen hőkamera elé, hogy szkennelje a saját testi működését? Igen, volt már rá példa. Azt el kell mondani, hogy akin mondjuk, hogy fokozott mennyiségű bőr alatti zsírszövet van, az azért árnyékolja saját magát. Tehát, hogyha valaki nagyon sok van, akkor ott nagyon sok terület lesz kitakarva, és ott viszonylag keveset tudunk mondani. Mondjuk nálam ez egy kicsit előtérbe került akkor, amikor vizsgáltunk, de ott is voltak olyan eltérések. Nálam konkrétan egy fogászati jellegű eltérés derül ki, amit aztán később utána el is kellett látni. Ugye a legfontosabb az, hogy minden információ birtokába kerüljünk egy olyan esetben, hogyha valamiféle különleges tünet együttessel érkezünk, ugye erre is alkalmas lehet ez a hőkamerás megoldás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Műsorainkat megtekinthetik a Dunajváros Televízió YouTube csatornáján, és kövessenek minket közösségi oldalainkon is. Viszontlátásra!